Én úgy gondolom, hogy menjünk vissza egy kicsit az időbe. A vasfüggöny mögött éltünk, és mindig is magyar világ volt körülöttünk. Magyar rádiót, magyar televíziót néztünk, magyar újságokat, magyar könyvet olvastunk, és a rendszerváltás után nagyon jól esett az, amikor Antal József azt mondta, hogy lélekben 15 millió magyarban gondolkozik. Úgy éreztük, legalábbis én a magam részéről, hogy valami olyan dolog indult el, aminek nagyon fontos folytatása lesz. Aztán változtak az idők, aztán jött egy új kormány, egy új időszak, és megszületett a gondolat, hogy ettől tovább kellene lépni. Igen, ám, de az a 2004-es népszavazás, Rettenetes érzést váltott ki bennem is, mindannyiunkban, és nem csak itt, Kárpátaján, hanem úgy érzem, hogy az elszakított területeken egyaránt. Szégyeljék magukat, akik ellenünk úszítottak, szégyeljék magukat, akik 23 millió románnal ijesztették Magyarország népét ők azok, akik a lelkiismeretekkel, lelkiismeretükkel számoljanak el, ha tudnak, ha van nekik ilyen. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül valami jót is tettek nekünk, mert egységesültünk, mert erősödtünk, mert rájöttünk arra az elmúlt időszakban, hogy ebben az egységbe van az erő, és most ők. Ugyancsak figyelhetik ezt a folyamatot. Különösen az utóbbi tíz évben, amikor nem csak kulturálisan, nem csak erkölcsileg, de gazdaságilag is támogat bennünket az anyország. Fontos ez a folyamat. Fontos ez a folyamat, hogy ez megmaradjon. De ehhez a nemzetre van szükség. Nem csak az anyországra, hanem a nemzetre. Mindazokra, akik a határon kívül élnek. Ránk is a nagyvilágba élő magyarságra mindenkire. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a következő év nagyon fontos év lesz a számunkra, mindannyiunk számára helyén legyen az eszünk és a szívünk.